Tavaly 300 milliót fordított a Nyírtávhő a távhőhálózat fejlesztésére. Bár a fejlesztések folyamatosak, a nagyobb beruházások a nyári hónapokat érintik. A Nyírtávhő több mint 15 ezer lakásban és 1000 közintézményben biztosítja a fűtést és a melegvízszolgáltatást a megyében. A nagyobb beruházásokat a fűtési szezon utáni, nyári hónapokban tudják megvalósítani. A város 1966-tól távfűtéses. Az elmúlt évtizedekben folyamatosan korszerűsítették a hálózatot. Az elmúlt 5-6 évben a vezeték hálózat közel 40%-át tudták lecserélni. Tavaly a Nyírtávhő egyik legnagyobb volumenű beruházása az Ország László és Kálvin téren történt. A vezetéki felújítások költsége mintegy 200 millió forint volt, valamint a hőközponti munkálatok kiadása több mint 100 millió forintba került. Vendégünk a stúdióban a téma kapcsán Jó László ügyvezető igazgató a Nyírtávhő Kft. Képviseletében. Köszöntöm itt a műsorban. Köszönjük, jó napot kívánok. Igen, nagy összegekről hallhattunk itt a felvezetőben az elmúlt esztendő kapcsán. Mit mondhatunk el 2018-ról? Tudják-e ilyen mértékben tovább folytatni a fejlesztéseket? Igen, hát a Nyírtávhő önmagában sem egy kicsi szervezet, illetve a tárgyeszköz értékünk is több mint 6 milliárd forint. Ez egy nagyon költséges közmű, ugye, hiszen két cső van a földben, szigetelni kell vízellen, hőellen, tehát elég költséges. Nyilván az két értékcsökkenési leírásunkon kívül van más forrás is, és az idén ez szerencsésen egy KEHOP pályázat, egy energiahatékonysági operatív programra benyújtott 2017-ben benyújtott pályázat, ami az idén valósul meg. Erre már a napokban megtörtént az aláírás a szerződésnek, a támogatási szerződésnek. A pályázat önmagában az érték csökkenésen felül, ami több mint 200 millió forint, még körülbelül 400 millió forint lesz, amiben vezeték rekonstrukció, illetve hőközpont fejlesztés lesz. Ez a projekt, ez felölel önmagában, három nagy hőközpontot szedünk szét és modernizálunk, 22 kicsi lesz helyette a lakóépületek alatt, mintegy 3 kilométer vezetéket cserélünk ki, és a fogyasztóink 10%-át érinti ez a fejlesztés, tehát körülbelül 1500 lakást, úgyhogy egy elég nagy projekt lesz, amit valamikor június hónapban tudunk elkezdeni a fűtési időszakot követően. Hát azt gondolom, hogy nem mondhatjuk azt, hogy annak ellenére, hogy minden esztendőben valóban a nyári hónapokra koncentrálódnak ezek a komoly fejlesztések és újítások, modernizálás, talán így is fogalmazhatunk, de talán nem mondhatjuk el, hogy minden esztendőben ugyanazok a munkálatok zajlanak ezekben a nyári hónapokban. Amit most az imént említett, nem tudom, hogy erre volt-e már példa, például itt a Nyírtávhő életében, hogy 3-ból 22. Hát igen, ugye ez a pályázat fajtájától függ, hogy lehet-e, van-e új, ugye ez a 14-20-as pályázati ciklusban kiírt pályázat, ebből még most ez az első, természetesen a továbbiakra is fogunk pályázni, korábban is volt pályázat 13-ban, 12-ben is, ezek egy másfajta volt, itt csak primer vezetéket cseréltünk, amire nagyon nagy szükség volt, hiszen a Felkomban hallottuk, hogy mintegy 40%-át sikerült az elmúlt 6-8 évben kicserélni ennek a vezetékhálózatnak, amióta Magyar Energia Hivatalnak a központi árszabályozása alá tartozunk, képződhetnek forrásaink, tehát ezeket meg tudjuk valósítani, illetőleg amit a fogyasztók nem látnak, az a hőközpontban történik nyilván, ez egy kevésbé látványos, de nagyon fontos beruházás, hiszen itt vannak azok a berendezések, amelyekkel fűtünk éjszaka, szivattyúk, ugye programozható, termosztátok, stb., amik ugye rejtve maradnak a külsők számára, de ezek is nagyon fontos beruházások. Április hónap az önök szempontjából, meg hát mindenkinek a szempontjából egy fontos hónap, hiszen itt véget ér a hivatalos fűtési szezon. Mondhatjuk, hogy egyik fűtési szezon olyan, mint a másik? Hát semmiképpen nem. Annyi kiigazítást engedjen meg, hogy a hivatalos fűtési idény az május 15-ig tart már, vagy 4-5 éve, de igazából a fogyasztóink már Nyíregyházán több évtizede, mondhatom ezt, nem naptári időszakban fűtünk, hanem a fogyasztóink igényének és megrendelésére. Tehát mi addig fűtünk, ameddig a fogyasztóink igénylik. Ez a május 15 azt jelenti, hogy addig nem kezdünk hozzá nagyobb valamennyi munkálatoknak, szemszedjük szét a hőközpontjainkat, hiszen nagy esély van arra, hogy fűteni kell.
de például volt olyan néhány év, amikor április elején már nem fűtöttünk, tavaly egyébként pedig extrém dolog volt, mert május 18-án kapcsoltuk ki az utolsó lakóépületet, tehát úgy néz ki, hogy a tavasz az nem nincsen, már egyből nyár lesz, és valamikor kora ősszel már fűtünk, akkor már tél lesz, tehát így két évszakos lett az év. Földrajzilag a nyírtávhőhöz legközelebb hol van ilyen komplexum, ilyen nagyszabású a távfűtéssel kapcsolatban összehozott építményrendszer? Igen, hát a megyében ugye található még négy helyen távfűtés. Ezek a korábbi Szabolcshő volt a megyei jogú, vagy a megyei vállalat. Ez ugye Kisvárda volt és Záhony az északi térségben, illetve Nyírbátor és Mátészalka. Kisvárda és Mátészalka nagyobbak. Ott egyébként a kollégákkal beszéltem ma délelőtt, hogy hogyan fűtenek, ha ez érdekes lehet. Igen. És egyébként meg a megyei jogú városok vannak legközelebb, tehát amíg ilyen nagyságrendűek. Debrecenben és Miskolcon körülbelül duplája a fűtött lakásszám, mint Nyíregyházán, amit nálunk 16 ezer. Én gondolom, hogy nagyon fontosak azok a pályázati kiírások, amelyekből tudják vagy teljesen, vagy részben finanszírozni azokat a fejlesztéseket, amelyek akár időszerűek, akár a technológiák fejlődésével járnak együtt. Mennyire könnyű, vagy nehéz az önök területén modernizálni, előrelépni, megújulni? Hát nehéz természetesen egyébként minden iparágban, én azt hiszem, hiszen nagyon nagy tőkeigénye van, ezért nagyon fontosak valóban, amit említ, a pályázati lehetőségek. Nyilván mi mindig törekszünk az innovációra, és hogy innovatívak legyünk. Hát ugye egyik jó példája erre az központi okosmérésnél, amit megpályáztunk. Ez tényleg országosan, és mondhatnám nagyon büszkén, hogy egész Európában egyedülálló, hiszen olyan, hogy egy teljes városra távfűtésre kiterjedjen ez a projekt, ilyen nincs, és ezt 16 nyarán kezdtünk el ezzel foglalkozni, és tavaly teljes mértékben kiépült, és az idén van az egyéves évforduló, amikor igazolja ez az egész projekt, hogy jó, de én azt hiszem, hogy a cég másban is innovatív, akár csak az energetikai tanúsításunkat illetően mondok el, vagy az ügyviteli szoftvereinket mondom el, tehát mindig igyekszünk valami újat hozni. Nyilván maga a technológia is annyiban újul meg mindig, hogy most már digitális korszakot élünk, a szabályzók digitálisan programozhatók, számítógép, ugye mobiltelefonról el tudok érni például hőközpontokat, vagy nehogy úristen, ugye lakó kérésére be is tudok avatkozni a hőközpont üzemétől, nyilván nem én, hanem a diszpécser szolgálat. Úgyhogy ez feltett célunk, hogy a jövőben is így legyen, egyébként erre is forrás költünk, és hát az új pályázat kapcsán is bővítjük a távfelügyeleti rendszerünket. Az idei évben kiépült teljes mértékre a távfelügyeleti rendszerünk, ez azt jelenti, hogy közel 300 hőközpontot a városban online üzemben látunk, és jön visszajelzés, ha szivattyú meghibásodik, tehát hamarabb észreveszünk, hál' Istennek, a hibát, mint ahogy azt a fogyasztó érzékelné, hogy nem fűt a radiátor. Nagyon örülök, hogy említette az okosmérést, az utolsó kérdésemmel erre szeretnék rákérdezni, és ön ezt értékelte, és azt mondta, hogy most ugye megvan az egyéves évforduló, nyilván vannak tapasztalatok, és ön azt mondta, hogy jó. Kinek jó? Mindenkinek jó? Mind a két oldalnál? Hát igen, az egy nagyon win-win helyzet azért a fogyasztóknak és a szolgáltatónak is. Ugye eleve az, hogy ez a projekt, ez egy 100%-os támogatású projekt volt. Tehát egy fittingünkben, egy fillérünkben nem került ugye se a fogyasztónak, se nekünk. Ezt a Mavirnak egy alapjából pályáztuk, és a központi okosmérés ZRT közreműködésével kerültek be ezek az úgynevezett adatgyűjtők, ugye a koncentrátorok a lépcsőházakba, és ezek számítógépre küldik, egy számítógépes központra, szerverre küldik az információt, amiről a fogyasztó is lekérdezheti az adatot, és a szolgáltató is. Most ennek a legnagyobb előnye az, hogy gomnyomásra leolvassuk az értékeket. Tehát ugye régebben a fűtés végén, május 15-én elindultunk a városba, és kézi műszerekkel olvastunk hetekig. Ma már ez egy gomnyomásra történik, vagy december 31-én éjfélkor a melegvízmérőinket, vagy adott időszakban bármikor. A fogyasztó nyilván a kellő jogosultsággal fogyasztói számot megadva be tud regisztrálni erre a weboldalra, a komnak a weboldalára, látja a saját fogyasztásait, a költségosztón a
fűtésnek a fogyasztását, a melegvízmérőnek a fogyasztását, nyilván a múlt időszakot is tudja vizsgálni, meg látja, hogy ahhoz képest a tárgyhónapban hol tartok, tehát tervezhetővé teszi, és hát ugye a végső cél nyilván az, amiféle itt tartunk, hogy a távhőben is megvalósuljon az, hogy a ténylegesen mért érték alapján havonta számlázzunk, hiszen most az van, hogy egy évig előleget fizet a fogyasztó, aztán elszámolunk. Tehát a végső törekvés nyilván az, hogy kidolgozzuk annak a rendszerét, hogy amit havonta elfogyasztok, azután fizessek ténylegesen. Tényleg okos dolog, ugye mondhatjuk így a beszélgetés végén. Köszönöm szépen, ügyvezető igazgató úr, hogy bejött hozzánk és tájékoztatott bennünket.